Sziasztok! Ez itt az Access Point Kft. Vlog 17. része. Az elmúlt két hónapban megosztottunk veletek 7 különböző termék tesztjét a Vlog 9-ben ismertetett mérési módszerrel. Most a PTP tesztet a mérési eredmények összefoglalásával és személyes véleményünkkel zárjuk le. A tesztünk lényege az volt, hogy a terepen töltött napok alatt nagyon sok tapasztalatot szerezzünk az eszközökkel kapcsolatban, amelyeket aztán továbbadhatunk a partnereinknek. A termékek kiválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy minél szélesebb repertoárt tudjunk felvonultatni különböző gyártók kínálatából, a legolcsóbb berendezéstől a gerinc kapcsolatra szánt eszközökig. A most következő kiértékelésben éppen ezért két kategóriára bontjuk a teszt alanyait. Az alapvetően pont-pont bridge és pont-multipont kliens feladatkörre tervezett belépő szintű termékekre és a dedikáltan pont-pont fővonalakra szánt rádiókra. Az összehasonlítás alapját a mért eredmények adják, amelyekből három fő paramétert számolunk ki. Az első az EXFO műszer által 1500-as csomagmérettel mért eredményekből és a használt csatorna szélességek mértékéből számoltuk a spektrális hatékonyságot mutató bit per hertz arányt, és szintén ezen mérés, illetve az eszközök dollárba megadott listájára adja meg az árérték arány, nevezetesen azt, hogy 1 dollárért mennyi megabitet visz át az eszköz. Az egyik legfontosabb mutató, vagyis a csomagfeldolgozó képességet az EXFO műszer által 68-as csomagmérettel végrehajtott teszt eredményéből számoljuk ki. Vágjunk is bele! A PTP-PMP kategória szereplői a Cambium Force 200-as, a LigoWave DLB 520AC, a Mikrotik Dynadish 5AC és a Ubiquiti Powerbeam AC Gen 2 voltak. A spektrális hatékonyság terén emelkedő sorrendben a Ligo DLB 520AC 2,43 bit per hercet, a Mikrotik Dynadish 4,4 bit per hercet, a Force 200-as 4,9 bit per hercet, míg a Powerbeam AC Gen 2 5,59 bit per hercet ért el. 1 dollárért a Force 200-as 0,89 megabitet, a Mikrotik Dynadish 0,98 megabitet, a Ligo DLB 520AC 1,2 megabitet, a Powerbeam AC Gen 2 pedig 1,86 megabitet ad a teszt eredményeik alapján. A csomag feldolgozó képesség területén a Force 200-as több mint 10.000 PPS-t, a Powerbeam AC Gen 2 több mint 49.000 PPS-t, a Ligo DLB 520AC több mint 80.000 PPS-t, míg a Mikrotik Dynadish több mint 165.000 PPS-t ért el. Térjünk át a gerinc kategória képviselőire, vagyis a LigoWave Rapid Fire 523-ra, a Mimosa B5-re és a Ubiquiti Airfiber 5X-re. Spektrális hatékonyság szempontjából a Rapid Fire több mint 5 bit per hercet ért el, az Airfiber 5X több mint 7 bit per hercet ért el, a Mimosa B5 pedig több mint 7,5 bit per hercet ért el. 1 dollárért a Mimosa B5-től 0,43 megabitet, az Airfiber 5X-től 0,44 megabitet, a Rapid Fire-től pedig 0,47 megabitet kapunk. Csomagfeldolgozó képesség területén a Rapid Fire több mint 347.000 PPS-t, az Airfiber 5X több mint 382.000 PPS-t, a Mimosa B5 pedig több mint 492.000 PPS-t ért el. A nyers statisztika után lássuk a személyes véleményünket a termékekről, ahol három kategóriába pontozzuk 1-től 5-ig az eszközöket. A kategóriák a következők: telepíthetőség, kiviteli minőség és konfigurálhatóság. A LigoWave DLB 520AC telepíthetőségre 3 pontot kapott tőlünk, azért, mert gyorsan lehet összeszerelni, de pontatlan a beállítás, könnyű elhagyni vagy összetörni a darabokat. Kiviteli minőségre is 3 pontot kapott tőlünk, azért, mert gyenge minőségű a műanyagja, több darabból álló konzol, lejtés esetén könnyen összetörhet. Konfigurálhatóságra pedig 4 pontot kapott,
Azért, mert a beállítása szokásos, és nem rosszabb vagy nem jobb, mint a konkurens termékeké. A MikroTik DynaDish telepíthetőségre 4 pontot kapott tőlünk, a gyors összeszerelhetőség, a jó konzol és egyszerű beállítás miatt, kiviteli minőségre 4 pontot, azért, mert a konzol jó minőségű, a műanyag részei pedig elfogadható minőségűek. Konfigurálás tekintetében 3 pontot kapott tőlünk, a rendkívül mérhető beállítás nagyon előnyös hibaelhárítás esetén, de a beállítást megnehezíti. Sajnos a termék nem rendelkezik spektrumanalizátorral. A Ubiquiti PowerBeam telepíthetőség tekintetében 4 pontot kapott tőlünk, az összeszerelése a megszokotthoz hasonló, de az illesztések kismértékben szorulnak, a beállítása egyszerű és rendelkezik vízmértékkel. Kiviteli minőségben maximális 5 pontot kapott tőlünk. A konzol jó minőségű, a műanyag részek szépek, jó minőségűek. A konfigurálhatóság tekintetében szintén a maximális 5 pontot kapta, az egyszerű beállítás és szép kezelőfelület miatt. A Cambium Force 200-as 4 pontot kapott tőlünk a telepíthetőségre, az összeszerelése a megszokott és egyszerű a beállítása. Kiviteli minőségre a maximális 5 pontot kapta tőlünk, mivel mind a konzol és a műanyag részek jó minőségűek voltak, jobb, mint a vetélytársaké. Konfigurálás tekintetében 4 pontot kapott tőlünk. Azért, mert a beállítás logikája eltér a megszokottól, a kezelőfelület lassú, illetve licenszet kell kérni rá. A Mimosa telepíthetőségre 4 pontot kapott tőlünk, az összeszerelése a megszokott, egyszerű volt a beállítása. Kiviteli minőségre azonban csak 3 pontot kapott tőlünk, igaz, hogy a konzol jó minőségű, de egy ilyen kaliberű eszközt nem műanyagból kellene elkészíteni. Konfigurálhatóság tekintetében viszont a maximális 5 pontot kapta tőlünk a termék, az egyszerű beállítás, a használható stabil kezelőfelület miatt és a kiváló management wireless kártya miatt. A Ubiquiti AirFiber telepíthetőségre 4 pontot kapott tőlünk, az összeszerelés több időt vett igénybe a szokásosnál, de a beállítása viszont egyszerű volt. Kivitel minőségre a maximális 5 pontot kapta, a konzol jó minőségű, a műanyag részek szépek, jó minőségűek. Konfigurálhatóság tekintetében csak 3 pontot kapott a termék. Mivel antennabeállítás közben többször megszakadt a link, és csak ennél a terméknél kapcsolt be a DFS a beállítás során. A LivoWave Rapid Fire telepíthetőségre 4 pontot kapott tőlünk. Az összeszerelése egyszerű, az antenna beállítás nagyon jó, stabilok a konzolok. Kivitel minőségre 5 pontot kapott, a konzol kiemelkedő minőségű, szép, komoly eszköznek néz ki a termék, és igényes anyag használattal rendelkezik. Konfigurálhatóság tekintetében 4 pontot kapott tőlünk. A beállítása szokásos, nem jobb vagy nem rosszabb, mint a konkurens termékeké. Ezzel lezárjuk a PTP teszt sorozatunkat. Jövő héttől egy új sorozatba kezdünk, ahol bemutatjuk a PON hálózat felépítését, aktív és passzív elemeit. Iratkozzatok fel a csatornánkra! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!